karcegi református templom valamikor a 16. században vagy előtte épülhetett, mert csak arról van adat, hogy 1633-ban a meglévő templomhoz tornyot építettek. A 18. század nagy eredménye volt a templomépítés. A sok háborús vihart kiált templom és torony szűknek bizonyult, de renoválását a lovagrend magyar főintézője nem engedélyezte. A karcegiak kitalálták, hogy ők kegyúri joggal rendelkeznek, és az építéshez nem is kötelesek engedélyt kérni. Hozzákezdtek hát a nagy templom építésének megtervezéséhez. 1738-ban már 100 000 téka készen volt. 1743-ban a régi torony mellé lerakták az új templom fundamentumát, és elkezdték az építést. Már az utolsó simításoknál tartottak, amikor a helytartó tanács felfüggesztette az építkezést. Ekkor Varró István jegyző és Sütő András főbíró Bécsbe ment 112 mocsári teknős békával, mely akkoriban ínyentségnek számított az asztaloknál, és ezekkel, valamint pénzzel vesztegetve az ügyintézőket elérték, hogy csak 500 aranyra bírságolják a karcagiakat. Végül a kunok főbírájának közbenjárásával ezt is 200-ra mérsékelték. Így készülhetett el a templom 1756-ban, melyet azután 1793 és 97 között teljesen újjáépítettek. 200 éves régi tornyával együtt, mert szerkezetében gyengének bizonyult. Az új nagy templomot, amelyben ma állunk, 1797-ben, november 5-én szentelték fel nagy ünnepélyességgel. Ekkor özvegy Tóth Györgyné 100 forint adományát 168 forinttal pótolták, amelyből páratlanul fényes keresztelőkannát és tálat készítettek. Mások pedig özvegy Tatai Balla Andrásné vezetésével népi hímzéseket, díszített terítőket is adtak. Ezután Isten dicsőítő, nyugalmas, békességes évek következtek. Kiegyensúlyozott rend szerint folyt az ősi magyar egyház élete. Oh,
A toronyban 4 harang hívogatja az élőket és siratja az elhunytakat. A kis harang 2 mázsa, a tompos harang 3 mázsa, a csőreg harang 6 mázsa, 48 kg, és az efszabó harang 13 mázsa, 36 kg. Sajnos az első világháborúban ezt a 4 harangot elvitték. Az első világháború után, mivel a pénz elértéktelenedett, az értékmérő a búza volt. A 3 harang összköltsége 450 mázsa búza volt. Ebből egy szorgalmas és hitbuzgó egyháztag, Mile Péter juhász és felesége Kovács Márta 60 mázsát vállalt magára. Ebből készült a kis harang, amely 2 mázsa 80 kg súlyú lett. Ismét készült azonban szabó harang is. Csőreg harang is, bár a név némileg változott. Most a legnagyobb a 13 mázsa 60 kg súlyban P. Szabó István és neje Varga Zsuzsánnak készítette. Ez ismét a szabó harang nevet kapta. A másik 6 mázsa 60 kg súlyú Csőreg Károly és neje Mészáros Eszter készítette. Ez lett ismét a csőreg harang. Mindhármat 1923. október 4-én. A II. Világháborúban erre virált legnagyobb harang helyett Kis Imréné született Ténai Rebeka vagyonából csináltatott egy másikat. Sokan elmondták azt is, hogy mikor ezt a harangot húzták felfelé kötélen a toronyba, olyan 2 méter magasan lehetett a harang, ki tudja, hogy milyen okból elejtették. Vagyis lehozóhant a harang és megrepett. Utána összehegeztette a mester és bírta majdnem 10 évig. Nemigen lehetett harangozásból megállapítani, hogy el volt repedve. Jól összehegeztette a mester. 1956-ban vagy 57-ben megrepett megint, gondolom elengedte a heggesztés, és ezután újra kellett öntetni. Újra is öntötték 1957-ben a gyülekezet áldozatkészségéből, így van írva a harangra. Ekkor már nem élt Rebeka néni. A harangon lévő szöveg is módosult. Most eképpen olvasható. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztallak titeket. A másik felől ez olvasható. Isten dicsőségére és szeretett férje, Kis Imre emlékére ajándékozta felesége, Ténai Rebeka. Az újjáépülőre